Tél jöttével visszakerültem a Barabás tanyára, s ment minden a maga rendjén. Etettem, itattam, ápoltam a jószágokat, éjjel olvastam, írtam, pereltek rám a petróleumért. Néha este ellátogattam a körülöttünk lévő tanyákra, a mindig egyforma állapot s a mindennapok súlyos, csendes rabsága elől. Oda szerettem menni, ahol nagy istálló volt. Várdaiék, Széllék, Bereckiék. Ezeken a tanyákon nem laktak kinn a gazdák. Sokszor 10-15-en körülültük az ólpiacot, és dalultunk, meséltünk, pipáltunk. Mindnyájan egyformák voltunk sorsban, ruházatban, múltban, jövendőben, füstben, piszokban, haragban, ellágyulásban, panaszban, fenyegetésben, hitben, hitetlenségben, örömökben és átkokban. Mi voltunk a sár, a fagy, a köd, az istállók fiai. Bugyos, csapzott, agyon szidott senkik, hányódó tanyai cselét fattyuk, törvényes fogság és törvénytelen szabadság, szárnyatlan, megalázott angyalai. Legtöbbjükre ma is vissza tudok emlékezni. Bár az idő egyiknek másiknak a nevét is szétmosta már bennem. Péntek Jóska, Balogh László, Katona Miska, a Vicsak, Ács Pista, Szalka Imre, Jámbor Lajos, Bagosi, Lőrinci Sándor. Szegények nem tudom merre hullottak, s hova. Talán már a fiaik léptek a nyomukba, s a téli istálló gőzibe ma már ők lázadnak és ők dalolnak az ólpiacon, a körömrúgókon ülve. Lehet. Hisz azoknak, akik sárból jöttek, sár marad az életük folytatása is kevés kivétellel. Sár. Bizony, sár. Én azonban az én külön világomat sose hoztam szóba közöttük. Hallgattam felőle. Nem lett volna semmi értelme. Hát nem nevetséges volna az, ha a farkasok közül egyszer csak elkezdene beszélni az oroszlán bőriből. Az ilyen tanyázások mindig jól belenyúltak az éjszakába, épp ezért a gazdám nem szívesen vette, ha fiatal gazdasszony meg valóságul csattogott ellene. Féltette az egészségemet. Ha, de az egész éjszaka kint dolgoztam volna a legnagyobb hóviharban, valami hasznot hozó munkát, mondjuk másodszor arattam volna, akkor nem féltette volna az se, ha a fejem oda veszne. Ritkán mentem el tehát időt tölteni, inkább az olvasást uzsováltam. Petőfi tanár úr nem hagyott pihenni. Sokszor jöttek a gazdámékhoz, esti látogatók, szerettem volna egy kicsit melegedni a hangjuk mellett, de nekem tartózkodnom kellett, mert a fiatalasszony így mondta, cselédnek, kutyának kinn a helye. Lassan, nagyon lassan teltek a napok. Februárban 5 anyává lett birkámnak, kis báránya ellett. Egy kicsi öröm hát nekem is jutott. Márciusban meghalt nagyanyám. A kicsi öröm mellé jutott hát rögtön gyász és szomorúság. Este felé kaptam a hírt, és azonnal indultam szalontára. Fekete ruhájába feküdt már szegény, s kicsi árendás szobája tele volt már virrasztókkal, mire odaértem. Másnap délután eltemettük, s az én kicsi öreg nagyanyámon a súroló kefék és mosódeszkák elkopott, meggörbült névtelen hősén serkedhetett már a fű és nyílhatott a vadmájba. Akkor vettem először jól szemügyre a temetőben a kísérő sereget, s rádöbbentem, hogy milyen jövendőtlen nép vagyunk mi is. Hogy mintha másért nem is születtünk volna, csak azért, hogy egymást kísérjük a temetőbe.
Szomorúan hagytam ott szalontát, s éreztem, hogy a Malom utca már nem hazám nekem. A tavasz olyan volt, mint a többi tavaszok. Zöldjebb és sárgaliba virágok a zöldjeben. Reggel harmatokkal és a ragyogó harmatcseppek alatt, a fűszálak tövin a nász édességétől elfáradt pihenő bogarakkal. S úgy suhant el a tavasz is, mint a többi, mikor a kaszának eljött újra az ideje, a vackom fű aljába a könyvek mellé, a puskám is oda került jól beolajozva. Kezdődött a nyár. Kaszáltunk, kapáltunk, learadtunk, már a szűrűt is megnyestük. Mikor az én pincerétem álmodott égi puskáim megdördültek, mikor pedig felibe voltunk a nyomtatásnak, a gazdám is kezibe vette a katonadalát, s bevonult. Ott maradtam a két kétségbe esett gazdasszonnyal, s a reám szakadt temérdek munkával. A fiatal gazdasszony vette át a vezetést. Azon túl magam nyomtattam, magam bogjáztam, magam hordtam be a szénabogjákat, s raktam kazalba. Mindegy volt. Bárhogy csináltam, nem tudtam annyit dolgozni, hogy elég legyen. Bizony akkoriban a Petőfi maga jött volna elő, és mesélt volna azokról az álmokról, miket én titkon magamban melengedtem, tán azt mondtam volna neki, hogy ugyan-ugyan mire valók ezek, hagyjam engem inkább pihenni. Volt rá többször eset, hogy szalonna sütéskor a pirítossal a kezemben aludtam el. Igaz, megtettem azt is, hogy éjszakára lucerna vágást vállaltam, s amíg aludnom kellett volna, azt csináltam. A gazdasszonyommal összefogott több háborús asszony, hogy együtt dolgozzunk. Ott láttam meg, hogy az asszony bizony csak asszony. A nyelve mindennek, egy fél rőfnyi annak, de ha egy kicsi probléma előadja magát, inkább leül ríni, mintsem, hogy cselekedne. Bezzeg, fogadoztak, hogyha hazajön János, Imre vagy András, méget hogy hívták, nem veszekednek többé az életben velük. Ha eltört egy hámfa, ha elszakadt egy kötél, vagy gyeplő szár, ha elszabadult egy ló, vagy felborult egy szalmás szekér, ha egy éren kellett áthajtani, azt mind nekem kellett csinálni és jóvá tenni. Kapott is Bécs annyi magyar áldást azon a tájon, hogy csodálatos, hogy kőkövön marad benne. Bátran mondhatom, hogy valósággal olyanná lettem, mint egy szüntelenül mozgó, magánjáró, élő motola. Szinte még ma is csodálkozok rajta, hogy miként bírtam a magam erejével a gazdám helyett is dolgozni, s amellett pásztorkodni, fuvarozni, sőt megtanultam a libatömést is. Akkoriban az öreg asszony nagyon sokat énekelgetett. Kiállt a tanya végéhez, s mondta ott a magáét. Ám a háború csak nem múlt el tőle. Talán azért, mert a szent dolgokba imit amott egy-egy kis hiba csúszott. Tudni élik, a máminak csak a szája járt rá az énekre, de az elméje apró földi dolgokkal foglalatoskodott. Hányszor és hányszor megtörtént, hogy a liba vagy a disznó átszökött a bondármesdjén. Ilyenkor a szent versek sorai közé ilyen szavak csúsztak be. Pista, szaladj már, küld a pulidat, az Isten fenéje egyen meg, hogy te mindig alszol vagy, vak vagy. Aztán folyta tovább az éneket, mintha az elébb mondottak is beletartóztak volna a szövegébe. Máskor meg másba csatított bele az ének közepéből. Mikor, hogy hozta a sor, vagy mikor, mit látott helytelennek. Így kódorgott a lelke az ég és a liba legelő között. Áhítatának illatába füst vegyült. Ének a földön vergődött,
mint egy szállni próbálkozó csonkaszárnyú pohos madár. Egyszer meg is mondtam neki, hogy ilyen formán nincs semmi értelme a zsolozsmázásnak, mert akihez az énekeit címezi, elvárja, hogy olyan üde és tiszta legyen a hozzáforduló lélek, mint a virágillat. Mondtam neki, hogy lám, mikor a pacsirta énekel, nem gondol a bogarakra, nem látja a földet, csak a hajnal fényességét, s a titokzatos magasságot, ami szédíti és vonza és a reálkényszeríti, hogy maradéktalanul csicseregjen neki, még akkor is, ha fiókáit agyonveri a jég. Szörnyen megbotránkozott rajta, hogy én tanítani merem őt, én, a cselédkóc, őt, az élelmedett korú gazdaasszonyt, de felnyílott a szemem, hogy tanítgassam bíz a nagyanyámat. A pacsirtára meg azt mondta, hogy az oktalan állat. Abba olyan természet szorult, hogy énekeljen. Ne hasonlítgassam én őt oly hozzá. Fene a sok ráérő időmbe, hogy mindig minden megfigyelek. Tán azt tanulom abból a sok könyvből, égnének meg, hogy az öregebbet szuttyongassam. Igen. Hát, nagyon méltatlankodott az öreg idesnéni, így kellett szólítanom. De aztán mégis mindig szétfürkészett elébb, ha éneklés közben Lucifer is megkövetelte tőle az ő külön dicséretét. Nem akarta, hogy én is halljam. Később azonban elfelejtette, s ősszel, mikor kora reggel vagy késő este az ólpiacon tömtem a libákat, ő meg adogatta, s egy-egy hamis gúnár oda csípett a karjába, bizony csak odavonta ő újra. Az Isten fenéjét úgy, hogy a sok malaszt és Mária anyánk csak úgy csengett bele. Én azonban úgy tettem, mintha nem is hallanám. Az volt a fő, hogy jó kövérre tömjem a libákat. Az Istenivel igazodjon el mindenki úgy, ahogy akar, gondoltam. Hisz az egész világ úgy is egy nagy libavásár, s abba mindenki úgy kupeckedik, ahogy kedve tartja. Elmúlt az első háborús tél. Tavasszal 17,5 éves koromban sor alá mentem, de nem lettem katona. Nagyon sajnáltam, mert én valami úton módon Ázsiába szerettem volna eljutni. De korán sem azért, hogy ott császár legyek. Én teve hajcsárságról álmodoztam, messzi keletről, egy forró, ismeretlen világról, ahol se ismerő, se rokon, s ahol el lehet temetkezni mindörökre a messzeségbe. Ez is egy olyan álom volt, mint a tanyaépítés. Álmok, álmok. Voltak, nincsenek. Betemette őket a sors és az idő. Rájuk omlottak az esztendők. Már kísérteni se jönnek soha, kővé váltak, mint a cseppkő könnyei. Aratáskor magam veselkedtem neki a búzának. Learattam, akkor azt mondtam a fiatal gazdaasszonynak, hogy 3 éve szolgálom őket. Elég volt, megyek másfelé. Több ér kell. Anyámon kell segítenem. Más nem tehetett, mint beleegyezett. Felmondás után szinte 2-szer akkora erővel fogtam neki a munkának, hogy mire kitelik az időm, minden gazsaszállat a helyre tegyek. Nem akartam panasszal a hátam mögött elválni tőlük. Először a nyomtatással készültem el, aztán felugaroltam, hazahordtam a szénabogjákat, megtapasztottam az istállót, kijavítottam az istállót, kijavítottam a színtetőt, levágtam a maglucernát, a birkák közül eladtam velük a mustrákat. A szalmakazlat jól behegyeztem, s lekötöztem, kijavítottam a jászlakat, sőt, belekezdtem a tengeri törésbe is. Így érkezett el 3 év után megint egy Szent Mihály nap.
Reggel még megtettem minden előkészületet a napi dologhoz. Megkentem a kocsitengelyt, kikapáltam a kóróvágókat. Az ekére éles vasat tettem, volt pár dúrós süldő, karikát húztam az orrukba, aztán összepakoltam indulásra. Délben megjött az utódom, s átolvastam neki a birkákat. Őszfejű, kicsit totyogós ember volt, lábai görbék, arca piros, a hangja vékonyacska. A puli a nyakában két olyan részcsörgő zörgött, mint egy-egy gyújt tojás. Mikor bevezettem a lóistállóba, a holló olyat horkantott, hogy a bácsi összerezzent. Elmagyaráztam neki, hogy a csutakolásnál vigyázzon magára, mert leharapja a kabátja hátulját, aztán, hogy ostorral ne üsse, mert akkor nem tudja többé a kocsiba befogni. És ha valaha kinyűgözni, akkor is vigyázzon, mert a holló bizony nem törődik azzal, hogy drága a koporsó, a két első lábával agyonvágja. A bőrbelábú öregember csak pislogott a hollóra. Hívtam, hogy jöjjön, ismerkedjen vele, de ő azt mondta, hogy elfáradt nagyon, s leül a ganézó taicskára. Én elmagyaráztam neki, hogy hova rakja a tengeri szedés után majd a kórókúpokat, meg hogy ügyeljen a két kosra nagyon, mert üzekedés ideje van, s azok ilyenkor képesek agyonöklelni egymást. Azt kérdezte, hogy miként lehet tengerit szedni, kúpokat hordani, meg a kosokra is vigyázni. Úgy, mondtam neki, hogy csupa szem, száj és fül legyen egyszerre, de ugyanakkor a keze és az esze is egyre működésbe legyen. Bámult rám, és nem hitt nekem. Kis idő múlva még utoljára befogtam a kocsiba a két lovat, átadtam a gyeplőt a totyogős öregnek. Még ott a tanyaudvaron azonnal megtörtént a baj. A holló megugrott, s amíg az öreg kapkodott, hogy rövidre fogja a gyeplőt, addigra belevitte a kocsit a fertőbe. A rút szárnya eltörött, a hajtószár elszakadt, a hollónak a hasa alá fordult a hám, a rudas meg benne feküdt a fertő pocsolyájában. És az utódom? Az meg szegény állt az alsó sövényen tehetetlenül, mint egy gyámolatlan fababa. A két lovat azonnal kiszabadítottam, és békötöttem őket vissza az istállóba. Aztán a fertő széliről átpattantam a kocsira, a hátulsó tengelyre erős köteleket hurkoltam, a kötél végét jó hosszan kivetettem a fertő partjára, újra elővezettem a két lovat és a megrokkant kocsit, egy kis kisefával kihúzattam farral a pocsolyából. Az öreg még akkor is az alsó sövényen tapicskolt. Szinte ma is hallom, ahogy a fiatal gazdasszony kétségbe esetten szólott rám. Úristen! Józsi bácsi, mi lesz velünk? Csak legalább szálljon le már onnét! Az öreg lemászott, olyan gyűlölettel nézett le rám, mintha vérbosszúból kiirdottam volna minden hozzátartozóját. Én azután tovább nem maradtam, elköszöntem, s hátamon egy fél zsák holmival megindultam új sorsom és új hazám felé. Elmaradt mögöttem a tanya, a táj, a panaszítói dombhát kopasz árvaságával, s az én képzeletbeli kisbirtokommal, s el a kántorrét zúgó, sötétkék kákáival és ingoványos fekete vizével. A téli istállók dalai is elmaradtak, s elmaradt a holló gonosz, szép, értelmes feje. S az őszi tájban a tanyák között elmaradt valaki semmibe bámuló szemekkel. Valaki, akihez semmi köze a világnak. Valaki, aki büszke volt, s azért sírt, mert én még büszkébb voltam. És jó volt így. Megszépültünk az időben, ő is, én is. Most már legalább tudom, hogy minden megszépülés sajogásból születik, és hogy minden sajogás
Emlék. Igen. Elmaradt mögöttem a táj. Előttem az úton a 18 birkám lába porolt, s az egyik nyakában a Lom Péter csengője csengett. Mire szalonta alá értem, ment a nap lefelé. Mindenfelől kocsik zörögtek hazafelé, tengeri szedő népekkel. Megbámultak, mintha sose láttak volna bojtárt meg birkát. Ennek van jó dolga. Hallottam majd minden kocsiról, amíg elzörgött mellettem. Könnyen el. Nem kell neki a lovat csutakolni. Csacsik, gondoltam, próbálnatok csak egyszer kipányvázni a hollót. Bealkonyodott, mire a Malom utcába értem. Anyám kint ült a kapu előtt, a sárpatkán. Várt. Kinyitotta a kaput, és én birkástól együtt beszállottam az udvarra. Na látod, mondta, így lesz belőled valami. Igen, bólintottam, s visszagondoltam a 6 évre, a verésekre, a szitkokra, az éhségekre, de efelől nem szóltam semmit. Elmúlt. Volt 18 birkám, s mellé még a hátam is egészben maradt. Éjfél után indultam tovább, s mire feljött a nap, megpillantottam két nagy kimagasló, piros cserepes istállót. Oda tartottam. Az volt a Csókási major. Ahogy közeledtem hozzá, hosszú sor ökörige fordult ki belőle. Rongyos, fáradt, sápadt béresek botladoztak az ökrök mellett, mint akár egy kis pankotán. Bent a majorban hatalmas vaskulcsokkal hadonászott egy ember, káromkodott, hogy majd leszette az eget. Szitkai messzire harsantak a reggeli levegőben. A kondások két kis rossz szamárral egy ormótlan nagy kétkerekű kordét húzattak tetejére pakolva, korpazsákokkal. Azokra harsogott a vaskulcsos. Hallottam a kiejtéséről, hogy olá ember. Azért kiabált úgy nyilván, hogy a kastély hálószobájának nyitott ablakán át hallja meg a nagyságos úr, hogy neki milyen hűséges és megbízható kulcsárja van. A major udvar közepén nyári jászlak állottak szinte peremig gazba temetve. Ott volt az ökör lógér. Két sánta ökör rágta a csalamádét. Kijebb tőzeg tűz hambadt, s mellette egy füsttől sárga kezű öregember kucorgott bocskorban fekete szűrben. Az arcán párhetes szakál volt. Az ingenyaka rongyos, foszladozott és gomtalan volt. A szeme hunyori, haja bajusza csapzott. Görbe vastag sárga ujjaival bele-bele kapart a gané tűz parázsába. Tököt sütött. A háta mögött ganédom gőzölt, és a gőz azonnal kék színűre vált, ahogy találkozott a napsugarakkal. Törött jármok és tézslák voltak a lógerben szétdobálva. Mindenfelé trágya, rozsdás ekék, rokkant kerekek. A cselédházak előtt tollas tyúkketrecek, futkosó disznó, kutyaugatás, szitkok, dühözés, a kovács üllő csengése, summások, napszámosok, lányok indultak munkába. Valami csőszféle ember ordított reájuk, és a botja végivel verte a földet. A piros cserepes istálló előtt kocsisok fogtak be. Egy szikár, vékony, hegyes orrú ember már fennült a kocsiján, és gyalázta a többieket. Hosszú, szájába lógó szőke bajsza volt, és hideg, kemény, kék szeme. Ő volt az első kocsis.
Később hallottam erről az emberről, hogy folyton árulkodott társai után, mutatta, hogy ő milyen megbízható, mintha neki egyetlen élet célja csak az lenne, hogy az uraság kárt ne szenvedjen. Ha elveszett egy kerékszeg, ha elszakadt egy kötőkvék, ha elnyűtt a hám, kiukadt egy zsák, meghasadt egy alsó sövénydeszka, olyan ribilliót csapott érte, mint egy K&K zupás őrmester. Megtette, hogy ellopta a másik kocsis lova elől a zabot, és odaadta az ő lovainak, hogy azok különbek legyenek, mint a többiek. Parancskiadáskor este ő is odafurakodott, és kifogásolta, hogy ez se jól van, az se jól van, hogy ezt meg ezt is így is úgy is ajánlaná. Végül elérte, hogy a nagyságos úr őt is oda kívánta a parancskiadásokra, mint hű és megbízható embert. Családember volt és vékony orrú. Tudta, hogy a tőzséget, kulcsárságot csak úgy lehet szerezni, hogyha elárulja és letapossa a társait. Míg önmagát meg mindig előtérbe tolja, mint az uraságnak nélkülözhetetlen valakie. Ez a szikár ember el is érte, hogy béres gazda lett. Az egyik fia csősz, a másik meg parádés kocsis. Olyan hegyesek is voltak mind a hárman, mintha nyársat nyeltek volna. Ha valakinek valami panasza volt, csak ő rajtuk keresztül juthatott az irodába. Az uraság tőlük tudta meg, hogy ez és ez a cseléd vagy amaz milyen ember. Természetesen mindenkiről azt is annyit tudott csak meg, ahogy is amennyit béres gazdáik tálaltak. Jó volt tehát meghunyászkodni mindenkinek előttük, aki nem akart a fekete listára kerülni. Akárki gondolhatja tehát, hogy milyen teljes szívből szerette ezeket a botos, fekete szűrős, pusztai börtönőröket a cselédség. Ó, bizony! Csúnya az élet, és minden szennyet magával hord, mint a forgó szél kavargása. Hányszor, és hányszor teledobja az ember arcát szeméttel, és utána vígan és bolondul forog gyorsan tovább. Most azonban visszakanyarodok félbehagyott vallomásaim fonalára, mikor a lóger iránt értem, tanácstalanul megállottam. A sárga kezű öregember feltápászkodott a tőzeg tűz mellől, és kíváncsian jött felém pár lépést. Fájós szemivel rám hunyorított, és megkérdezte, hogy én volnék az új bojtár. Már hallotta a juhászoktól, hogy új bojtár jön a majorba, a meddő falka mellé, és látja, hogy én olyanféle valaki vagyok. Mondtam neki, hogy igen, én vagyok az. Keresem a számadót. Helyére állok. Most érkeztem meg. Akkor öreges járással mellém cammogott, a tenyerén egy darab ketté tört, sültök gőzölgött. Nagy szeretettel és szívességgel megkínált vele, s elmondta, hogy ő a bivajos mellett dolgozik, most ápolja itt a lesántult ökröket. Végignéztem szegény öregen, akkor láttam, hogy a térdén cafatokban lóg a nadrág, s szikka csontos térdek alá csak kilátszik. Elfogadtam tőle a tököt. Mentegetőzött, hogy még nem csípte meg a dér, és nem olyan édes, de azért meg lehet enni jó vastag szalonnájú, és parázson sült. Aztán szinte esdekelve fordult hozzám, és kért, hogyha majd valami jó dög esne a falkámból, juttassak neki egy kis húst, a jó Isten megáld érte, hogy ő olyan nagyon szegény, és nincs pénze soha, hogy néha egy kis húst vegyen. Panaszolta, hogy már 52 éve szolgálja az uraságot, mindig jó dolgos volt, s még sincs egyebe, mint amit látok, a rajta valója. De lám, az is milyen.
Szétterjesztette két sárga kezét, s mutatta magát. Észre se vettük, hogy a hátunk mögé oda termett a kulcsár, s ráförmett az esdeklő öregre. Vigye a fenekendet innen, ne hazudozzon kent, hanem végezze a dolgát. Vén naplopó! Hozott már kett sárga kenőcsöt az ökörsebire? No, ugye, no, majd gondom lesz kendre. Úgy merevettem meg egyáltó helyemben, mint a fa, s egész talpa még lőködött a döbbenet, hogy itt is ilyen hát az élet. Gyalázat, gúny, rongyosság, éjség, szitok, árvaság. A kulcsár felén fordult, de hogy én nem köszöntem neki, átnézett fölöttem, s ellépkedett. Zöld bársony nadrágja volt, és ragyogott a csizmája, de a négy csizma húzója közül kettő kin fityegett, mintha csak az valami hanyag elegancia lenne. Az öreg bivajos kisegítő szégyenkezve állt meg egy pillanatra, s azt mondta, hogy igaz, ő is olá ember, Krizsán János, de azért ő azt mondja, őrizze meg a jó Isten attól, hogy olá ember hatalomhoz jusson, hogy parancsoló legyen, mert az aztán tud hóhérolni. Azelőtt nincs megállás. Ajánlotta nekem is, hogy jóba legyek vele, mert másként nagyon hamar befeketít. Igaz, hogy én juhászbojtár vagyok, hozzám semmi köze, de azért jó lesz vigyázni. Amíg beszélt, sárga ujjaival kikapcsolta az ökörláncot, a jászolperem karikájából, s valahova gyorsan vezetni kezdte az ökröt. Én még mindig állottam egy helyben és néztem utána. Az öreg csoszogott, az ökör sántított. Jaj, de legyőzöttek voltak. Jó früstökkor előkerült a számadó, a meddőfalkát bepulisztatta az egyik cserepes istállóba, onnan egy szűk oldalajtón át, kieregettük és megolvastuk. Én egy néhányra pergőt raktam, s azzal már meg is kezdettem az esztendőt s a felelősséget. A számadó belemutatott a tájba, messze körül a tallókra, a zabkeléses ugarukra, s azt mondotta, hogy arra mindenütt legeltethetek, éjszakára meg ott verek állást, ahol akarok, azaz én gondom.